Mesterek művészete, Ilyász Szoka Szélmalmi fogadóházban, díjat vehetett át Józsa Szabolcs, munkáspárt elnöke is gyűjti az aláírást. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. július 14-én 18 óra 5 perckor. Mesterek dicsérete címmel nyílt kiállítás a Györfi István Nagykun Múzeumban. Az időszaki tárlaton a Nagykunsági Népművészek Egyesületének tagjai, a karcagi Andrássy Mihály népi iparművész, fafaragó, nagyné Török Zsóka, tiszafüredi népi iparművész, fazekas munkái mellett a Hevesi Népművészeti és Házi Ipari Szövetkezet alkotóinak munkái is láthatók. Dr. Nagy Molnár Miklós múzeum igazgató köszöntője után dr. S. Kovács Ilona etnográfus, egyesületi elnök ajánlotta a tárlatot a jelenlévők figyelmébe. Ennek a kiállításnak két címet is adtam. Az egyik a matéria technika stílus, kis mottót, amit azért választottam, mert ez a három terminológia kifejezi a kiállításnak a mondani valóját. A szépséget, az anyag kezelésének művészi fogát, és a stílusokat, a népművészeti stílusokat, amelynek a feldolgozására vállalkoztak ezek a művészek. És elmondom, hogy a köszöntöttek sorából az egyik kiállítónk bizony kimaradt. Ez a harmadik kiállító a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet, akinek az elnöke Báder Miklósné. Nagyné Török Zsókával, az egyik kiállítóval beszélgettünk itt a gyönyörű alkotások között. Hány év munkája van most itt kiállítva, vagy ezek a legújabb munkák? Hát igazán az első, most se teljesen önálló kiállítás, de azt gondolom, hogy több tájból. Most van először itt kiállításom Karcagon, és 1984-ben végeztem itt Karcagon a Ragó Antal szakközépiskolába. Az sem most volt, igen, és akkor azért még az alapokat, itt akkor még voltak, akik tanították az alapokat. Kiktől tanulta meg? Hát én elsősorban S. Nagy Istvántól, és nagyon büszke vagyok rá, és nagyon jó érzés, hogy ő volt az első fazekas, akitől tanulhattam, mert hát a mai napig talán azt mondhatom, vannak még besztek, de ő volt a legjobb. Tehát igazi művész lélek volt, de olyan habitusa volt, hogy így magával ragadta az embert, szóval az a gyorsaság, az a jó szem, gyorsan akartam mondani, formaérzék, tehát annyira összetett volt, és mindent tudott. Egyszerűen valami zseniális volt, és lenyűgözött persze bennünket. Hogyan lehet megfelelni keramikusként a mai kor követelményének? Hiszen mondhatnám, hogy itt most, ahol állunk, ezen a részen a régmúlt van, a igazi, itt pedig már az újra gondolt kerámiák vannak a másik oldalon, hogyha nagyon egyszerűsíteni szeretném a látottakat. Hát az az igazság, hogy az élet rákényszerített arra egy kicsit, hogy ne csak feltétlenül népművészeti alkotásokat készítsek, de bennem is volt egy ilyen fajta vágy. Viszont Tiszafüreden, ahol élek, elsősorban a kezdeti időszakomban, amikor saját műhelyem lett, a tiszafüredi kerámiát keresték. És akkor úgy gondoltam, hogy kutya kötelességem, de egyébként jó érzéssel is készítettem. Akkor elkezdtem egy kutató munkát, hogy ne hasonlítsak a Szűcs Imre bácsihoz, aki szintén ugye az egész családjával tiszafüredit csinál. És egyszerűen kellett olyan módon keresni az utamat, hogy mégis különböző török zsókás legyen. Éppen ezért tiszafüredit, mezőturit, mezőcsátit kezdtem el készíteni, és ez azt gondolom, hogy egyre jobban sikerült, és a modernebb forma az körülbelül olyan 3 éve kezdődött nálam igazából, de ez viszont annyira felgyorsult, hogy a modern effektmázas kerámiák mellett, amit most itt nem lehet látni, a magas tűzű kerámiák is ott vannak, és a rakú edényekből hoztam, ami meg legalább ilyen 20 éves vágy, hogy saját magam, saját kemencében, saját anyagokkal készítsem el,
és nagyon-nagyon imádom, ami szerintem látszik is az alkotásokon. Igazából nagyon sok pályázaton veszek részt, a felsorolásban nincs is benne, vagy akár fazekas versenyeken veszek részt az ország minden táján, és ezek is inspiráltak arra, hogy főleg a pályázatok, hogy többféle technikával is dolgozzak, és mindig voltak kedvenceim, tehát például a zöld áttörtek is a kedvenceim voltak, de ez egy keceli pályázatnak a tematikájára készült, világítás volt a címe, és akkor erre találtam ki egy ötletet, hogy a Mécsestől a Csillárig, a Csillár az már nincs itt, a Mécses sincs itt, mert azokat megvásárolták, de nagyon izgalmas volt a téma. És hát ott is nagy sikere volt, és azóta maradtak a műhelyemben ezek a termékek, tehát tényleg nem unatkozom, tehát amikor ilyen vagy olyan hangulatom van, akkor azt csinálom. Nyilván a megrendeléseket az úgy kell, amit megrendelnek, de szeretek egy kicsit így játszadozni, kalandozni, így van. Andrássy Mihály Fafaragóval beszélgetünk itt a gyönyörű tárgyai között. Vannak, amik jellegzetesek önre, tehát én megnézem, és biztos vagyok benne, hogy ön készítette, ön faragta azt a széket. Törekedett arra ezelőtt sok évtizeddel, hogy egy saját stílus kialakítson, vagy ez így alakult? Hát valójában kapható vagyok mindenféle stílusba úgy bele-bele kóstolgatni, és ez a szék, végül is ez a paraszbarokk, ami engem megragadott, és akkor ebben a stílusban faragtam néhány bútort. De hát azért a reneszánsz is hatással volt rám, úgyhogy néhány olasz korsós dolgot is csináltam. És hát kísérletező típus vagyok. Szeretek mindent kipróbálni igazából. Az előbb egy látogatóval pont azokról a titkokról beszélgetett, hogy hogyan is lehet összecsapolni ezeket a székeket, hogy ennek is megvan a maga trükkje? Hát igen, a szerkezeti összeállításnak nagyon fontos szerepe van. Tehát stabil legyen a szék, és itt mi Karcagon néhány fafaragó barátommal kitaláltunk egy módszert, amivel ez nagyon stabillá tudjuk tenni a széket, és ez már kezd úgy terjedőbe lenni. Ez egy ilyen keresztirányú csapolás, ami be van ékelve, és ezáltal, ha egy picit szárad a fa, kicsit túlütjük, és akkor megszorul, és akkor ez így egy stabil szerkezetet ad. Beszéltünk többször már a kunkapukról, ami a ön egyik nagy kedvence. Itt azért láthatunk különböző faragott botokat is. Ez mostanában jött? Hát régebben is faragtam már botot, de most úgy sikerült jó fát találni, mert azért az lényeges. Találtam néhány sonfadarabot, amiből ilyen juhászkampót próbáltam kifaragni néhányat, meg különböző madaras botokat, tehát ez is motivál engem igazából, tehát ez a pásztorfaragás valójában. Mennyiben szereti a géppel való dolgozás, hiszen azért vannak dolgok, amit muszáj azzal, vagy inkább ragaszkodik, amit csak lehet kézzel? Hát igazából az élvezet maga a fafaragás, de hát ennek vannak ugye előzményei, a fát elő kell készíteni, fűrészelni kell, gyalulni kell, különböző szerszámokkal alakítani, és aztán jön a véső, és akkor a végleges formát elnyeri az a tárgy, amit az ember kigondol. Tehát tervezés is van előtte, mert azért nem úgy van, hogy fogok egy darab fát, és akkor egyből ki tudom belőle alakítani a formát, megtervezem, és utána elkezdek faragni. Büszke arra, amikor a karcagiak megdicsérik? Tehát amikor a saját városában elismerik az ember? Hát természetesen azért ez büszkeséget jelent. És hát Török Zsókával már nem az első ilyen közös kiállításunk. Volt Tiszafüreden, de egyszer Szolnokon kerültünk mi úgy össze, és akkor ugye én vittem az asztalomat, ő megterítette gyönyörű kerámiákkal, és ez sikeres volt, és ezt próbáljuk most már így tovább vinni. Mi a kedvenc fa, amiből a legkönnyebb alkotni? Hát sokféle fa van, például mézes kácsütőfákat legjobb a körtefa, de dolgozom tölgyfából, diófából,
még akácfából is, itt látható egy garnitúra az akácfából van, azzal keményen megszenvedtem, de azért egy jó darab lett aztán végül belőle. Az Andrássy minta van jellegzetes, a Kunkapun megbeszéltük, de mondjuk itt a székeken van olyan csak önre jellemző minta, amit más nem alkalmaz? Hát vannak kedvenc mintáim, tehát a tulipán például ugye visszatér mindenütt. Most például nagyon megszerettem a szegfű formákat, tehát így a díszítő faragásnál. Egyébként bármi, ami megragad, tehát bármit szeretek kifaragni. A Szélmalmi Fogadóház udvarán a Karcagi Birkafőzők Egyesületének 17 tagja tartott bemutatót a Hungarikum birkapörkölt készítéséről. Ezen a napon a karcagi talpas íjászok bemutatója is színesítette a programot, a gyerekeknek volt csillámtetkó készítés és ügyességi játék is. Nyilván ez a nap kiemelten a birkafőzésről szól, mégis számos hagyományőrző programja van a főzésnek, mint kísérő program. Önök itt mit mutatnak be, ki a célközönség, és mit lehet erről tudni? Üdvözlöm a karcagi nézőket! Csidi Sándor, a karcagi ijászkörnek az elnöke, mint beblokkoztam. A kedves kilátogatóknak szeretnék egy kicsit kedveskedni az ijászattal, tehát a gyerekeknek, a felnőtteknek, bárkit, akit érdekel a hagyományőrző ijászat, azoknak szeretnék egy kicsit kedveskedni ezzel, hogy visszatérnénk arra a régi szép időkre, mikor még a birkafőző ment karcagon. Miért fontos ez a féle hagyományőrzés önök szerint? Azért fontos, mert sokan már elfelejtették ezt a régi harci nomád életet, amiben az őseink éltek, és sokan keresnek bennünket, hogy újra elkezdjék ezt a hagyományőrzést. És ezt ápoljuk, ezt tiszteljük, ezt csináljuk tovább már több mint 10 éve. Ahogyan említette, egyre többen keresik meg önöket. Korosztály tekintetében mi mondható el? Korosztály tekintetében el lehet mondani, hogy az 5 évestől akár a 70-esig, tehát körül lehet nézni, hogy Imre bácsi is már közel van a 70-hez, vannak fiatalok, idősebbek, tehát mindenki megtalálja a magának kedvező korosztályt, akivel együtt tudja folytatni ezt a nagyon szép hagyományőrző sportot. Ahogyan említette, ez egy hagyományőrző sport, de itt nem csak a sport alapjaival ismerkednek meg az ide jelentkezők, hanem magával, a viselettel, a ruházattal is. Mit lehet erről tudni? Hogyan vezetik be a jelentkezőket ebbe a világba? Ebbe a világba úgy vezetjük be, hogy először elmondjuk neki, hogy mivel szeretne indulni, tehát gyerekéja, felnőttéja, és akkor megnézzük, hogy mit tud bírni. Az egyesületek vannak használt íjai, tehát neki nem kell egyből költeni rá, avval elkezdi az egészet, és hogyha elték 3 hét vagy 4 hét, és úgy érzi, hogy ezt szeretné csinálni, akkor lehet utána beleinvestálni. És utána mi segítünk továbbiakban, hogy azoktól a beszerzőktől vegyen meg a ruhát, a kaftánt, a csizmát, ami lényegesebben olcsó, mint hogyha elmenne, mit tudom, egy boltba is megvenni. A ballagási ünnepségen vette át Józsa Szabolcs a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 12. C osztályosa eredményes tanulmányi és sporttevékenységéért a Karcagi Református Középiskoláért díjat nagy tiszteletű Koncz Tibor esperestől és Tóth Barna igazgatótól. 4 éven át példás magatartású és jeles, illetve kitűnő tanulmányi eredményű tanuló a dr. Hajdú Moharos József Országos Református Földrajzi Tanulmányi Versenyen, a Benkő Gyula Komplex Természettudományi Versenyen, a Kenguru Nemzetközi Matematika Versenyen, a Zrínyi Ilona Matematika Versenyen és a Református Iskolák Országos Matematika Versenyén is a legjobbak között végzett. Az iskola röplabda csapatával országos döntőben vett részt. Az országos református atlétikai viadalon arany, ezüst és bronzérmet is nyert. Az atlétikai diákolimpia megyei döntőjén 2 első helyet hozott el, de tagja volt a gimnázium labdarúgó csapatának is. Angol nyelvből középfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezik. Számos versenyen voltam én is, többféle tantárgyból, ezek közül a legnagyobb szebb eredményeket matematikából, testnevelésből,
illetve történelemből értem el. Igazából konkrét eredményre nem vagyok így legbüszkébb, de azt az utat, amit így bejártam így 4 év alatt, az arra így mindenképpen büszkén tekinthetek vissza. Ezen eredményekkel járult hozzá az iskola jó hírnevének erősítéséhez. Nagy megtiszteltetés volt az iskola tanulójának lenni, és reménykedek, hogy számos eredményeinkkel tudtuk örökbíteni az iskola hírnevét. Ehhez te mit tettél hozzá, tehát miben voltál jeles? A 4 év alatt bejárt tanulmányi és sport útjára büszkén tekint vissza. A digitális oktatás nem jelentett számára gondot. Közösségi emberként társaival sok programon vett részt. Szeretek az osztálytársaimmal különféle iskolán kívüli programokon is részt venni. Szerintem azért ez egy fontos dolog egy jó osztályközösségben. Osztályfőnöke Kisari Katalin matematikából sokat segítette a sikerben, de ugyanúgy fizikából is. Az érettségijével elégedett, a sok tanulás meghozta számára a sikert. Ősztől a Debreceni Egyetemre készül a villamosmérnöki karra. Ha végez, épületgépészként szeretne dolgozni. Aláírást gyűjtött a karcagi piacon Türmer Gyula, a Munkáspárt elnöke. Türmer Gyula kiemelte, jó szívvel vállalták az aláírásgyűjtési akció támogatását, hiszen a Munkáspárt támogat minden olyan javaslatot és gondolatot, ami a dolgozót, a munkást és a népet szolgálja. Üdvözlöm Türmer Gyulát, a Munkáspárt elnökét. Itt vagyunk ma Karcagon, minek az apropóján? Munkáspárt egy országos aláírásgyűjtési kampányt indított el. Azt szeretnénk, hogyha Magyarországon a minimál bér 250 ezer forint lenne, és ezért ne kelljen adót sem fizetni. Mi úgy láttuk, hogy a tavalyi koronavírus nagyon komolyan érintette az embereket. Föléjük a tartalékainkat, mindenütt emelkednek az árak, úgyhogy el kellene az a 250 ezer forint. Örülünk, hogy a kormány is hasonlókba gondolkodik, hiszen 200 ezer forintot céloztak meg, de azért a 250 ezer mégiscsak több. Az aláírásgyűjtést egy kis figyelmeztetésnek szánjuk. Mi nem kapunk semmit ajándékba senkitől, magunkról kell gondoskodni, meg kell küzdeni a jobb életért, erre biztatjuk az embereket. Mit szól ahhoz, hogy Karcagon a pártjuk nagy népszerűségnek örvend? Nézze, mi egy nemzeti baloldali és ellenzéki párt vagyunk. Ugye nem vagyunk bent az önkormányzatban, de ettől mi még támogatunk mindent, ami Karcag városának jó. Most jöttem éppen polgármester úrtól, kivel a legutóbbi választáson ismerkedtünk meg, és nagyon kulturáltan tudtunk szót váltani. Nemzeti párt vagyunk, mi kiállunk a magyar nemzeti érdekekért. Ellenezzük azt, hogy az Európai Unió beleüsse az orrát minden magyar dologba, ne ők határozzák meg, hogy a gyerekeinket milyen szexuális szellemben neveljük, hanem döntsék el ezt a magyar szülők, ne küldjék ide a migránsokat, tehát védjük a magyar nemzeti érdekeket. És ugyanakkor baloldaliak is vagyunk, mi a egyszerű emberért, a dolgozóért vagyunk. Hát nem lehet mindenki milliárdos, vannak szegények is, szeretnénk, hogyha az ő szavuk és érdekük is ott lenne a parlamentben. Mit szól Magyarország politikájához? Nagyon rossz dolog az, amit az ellenzék csinál. Én azt gondolom, hogy egyetlen egy céljuk van, megszerezni a hatalmat, bármi áron pénzhez jutni, befolyáshoz jutni. Ezért most átmenetileg félretették a nagyon lényeges politikai és ideológiai ellentéteiket. Ebből ténylegesen nem sül neki semmi jó. A 2019-es önkormányzati választások eredménye mutatta, hogy nem tudnak kormányozni. Én Budapesten élek, hát egyszerűen fölháborít, hogy nem lehet közlekedni. A város egyik pontjáról a másikra eljutni 1,5-2 óra, ez tűrhetetlen. Begyűjtötték a szemetes ládákat, hogy az emberek dühöngjenek azért, hogy nincs hova szemetet dobni, és minden felelősséget a kormányra hárítsanak. Én azon nem helyes, Magyarországnak van megválasztott kormánya, 2022-ig ők fogják ezt az országot irányítani, akkor kell majd véleményt mondani, és most nem ellenkormányt játszani. Az emberek dühítése, ilyen Orbán ellenes hangulat szítása pedig inkább polgárháborús hangulatot kelt, ennek pedig nincs értelmét. Nyugodt, demokratikus légkörre, munkára, alkotásra, békére van szükség. Hogyan értékeli a koalíciós pártok összeállását az ellenzék tekintetében és a programját, amit ők ígérnek?
Én még a legutóbbi választáson mondtam, hogy ez olyan, mint a borkóstolás. A borkóstolásnál van egy ilyen nagy csöbör, ugye az emberek nem isszák meg a bort, hanem beletöltik. Külön-külön a bor, amit beletöltenek, az még lehet jó is. De mikor már végén megnézik, az moslék. Ez az eredményes ennek az összeállásnak is. Tehát nem lehet az MSZP-t, a Jobbikot, a DK-t, a liberálist, az emberbarát pártot, meg a környezetvédő pártot egy ilyen nagy csöbörbe be lehet tenni. Egyetlen egy dolog köti őket össze, nem szeretjük Orbán Viktort, és szeretnénk tőle a hatalmat átvenni. Ezt még meg is lehet csinálni, de utána mi jön? Hogy irányítod az országot? Milyen beruházásoknak? Ha most összevesznek Kínával, mint ahogy látjuk, hát akkor mikor fog ide jönni a kínai beruházás? Ha Oroszországot megharagítjuk magunkra, akkor nem kaptunk volna a Sputnikot, nem lett volna sikeres az oltás, és sorolhatnám még, hogy mi minden maradna el. És egyáltalán ezt az országot kormányozni, irányítani, fejleszteni kell, az embereknek kell normális életet biztosítani. Szerintem ez nincs benne ebben a koalícióban, erőt nem képesek. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!